Jó reggelt! Hétfő reggel van, korán. És beszélni sem tudok, de nem baj. Ma vlogolok nektek. Egyébként január 22-e van. Munkanap. Edzek. Futkosunk. Ilyenek. Megmutatom, hogy miket eszek ma. A reggeliről már lecsúsztatok, de semmi extra nem volt. Kétszelet pirítós, csirkemelsonka, kigyóborka, meg light sajt, ennyi. Semmi extra. Úgyhogy most életem elvisz a munkába, és kezdjük a napot. Megérkeztem. Még egyedül vagyok, még csönd van. Jó nap lesz. Amúgy meg a héten van a szülőnapom. Nagyon várom. Most már várom. Egyébként azért vagyok ilyen fáradt és meggyötört, mert hát nem volt jó a hétvégénk. Na. Bevallom. Van ilyen. Nem, nagyon nem volt jó, és fáradt vagyok, meg minden, de mindjárt jönnek a vendégek, és velük megimádok. Egyből dumálunk, beszélgetünk, hülyéskedünk, nem tudom. Szóval ővelük jó, egyből felébredek, meg hát akkor már nem értem azt, hogy hát csak... Mit tudom, én 6 órát aludtam, vagy ilyesmi. Úgyhogy, hát most nézegetem itt az edzéseket, hogy kik jönnek ma. Szerintem lesz, akiknél egy picit videózok. Kicsit beleláthatok, bár van fent már videó, amikor a gépen edzek, de azért megláthatjátok, hogy hogy is néz ki ez a powerplate edzés. És milyen egy napom? Miket eszek ilyenkor? Úgyhogy remélem azért izgi lesz. Meglátjuk. Visszajöttem. Ugyanis. Eltelt egy óra. 3 vendégem volt már. És pörgök. Teljesen jól vagyok. Csak mivel elég fájdalmas és uncsi és nem túl pozitív és lelkesítő volt a fejem. Reggel volt valóban. Nagyon hétfő reggel volt, de ennyi. Eltelt egy óra, és már pozitív vagyok, és jó nap lesz ez is. Meg a holnap, meg aztán a szerda még jobb, a csütörtök is nagyon jó lesz. És a péntek meg pláne, mert a szülinapom lesz. És 30 éves leszek. 30? Úgyhogy csak meg akartam mutatni, hogy amúgy ilyen vagyok, munkában is, a vendégek is így ismernek. Tudjátok, mi vagyok? Na mindegy. Szóval, majd megjövök. Itten vagyok, ismét. Hát, kicsit rosszul voltam délelőtt. Olyan péntek óta megint rossz a gyomrom. Nem bírok semmit sem megenni. Folyamatosan sok a savam, fáj a gyomrom. Tegnap este is úgy begörcsöltem, hogy a ügyeletes gyógyszertárba kellett mennünk gyógyszerért. És hát ez ma is folytatódott. Úgyhogy amíg délelőtt nem volt edzés, addig életem visszajött, értem és hazavitt. Ezt a kicsit elfeküdtünk. Hál' Istennek még volt otthon a fagyasztóba kis krumpli, ezt betettük a sütőbe. Azt kisütöttük, úgyhogy azt eszegettem cutty cheese-zel, akkor jól esett, de akkor kicsit jobb is volt a gyomrom, de most meg újra. Eltelt egy óra, és annyi. Úgyhogy nem tudom, mi lesz ezzel a napi vloggal.
meg igazából ugye ez azért indult, vagy én azért akartam, hogy megmutassam, hogy én mit teszek ilyenkor egy nap. Ilyenkor munka van, de attól függetlenül én mégsem berohanok a pékségbe kiflér vagy kakaós csigáért, nyilván a glutén érzékenységem miatt sem, meg amúgy sem tenném, úgyhogy, de hát így, hogy nem nagyon tudok enni, és nem kívánok semmit. Szegényem, életem sorba sorolja a kajákat, hogy csirkemel, pulyka, szenya, pirítós, és már ránézek, és így belegondolok, hogy milyen lenne, ha beleharapnék, és akkor tudom, hogy nem. Már akkor el tudom dönteni, hogy nekem az most jó, vagy nem jó. Jó, sokat idegeskedtem a hétvégén, úgyhogy valószínűleg most ez megint nagyon rátett, úgyhogy remélem, hogy a héten már mától nyugodtabb vagyok sokkal-sokkal, és pozitívan, meg csak jóra gondolok, meg mindjárt itt van a 30. szülinapom. És majd remélem, hogy elmúlik, és nem az lesz, mint hónapokkal ezelőtt, mert akkor nagyon rossz volt a gyomrom, nem ettem semmit, és folyamatosan csak szenvedtem. De mindegy, ha nem is lesz ebből napi kaja bemutatás, akkor is legalább megpróbálok majd a edzésekről videót csinálni. Aki megengedi, meg nem azt mondja, hogy nem zavarja, akkor majd megmutatom. Aztán, ha más nem, szeretnék egyébként nap végén, ha lement az összes edzés, edzeni, úgyhogy majd meglátjuk. Délután 1:30, és az első kaját dobom be, de nem kell. Mi ez? Csirkemell, cékla, meg krumpli. Na, ez nem fogja bántani a gyomromat, elvileg. Úgyhogy ez az első, de majd még a vacsit megpróbálom, ha minden jól megy, meg is lesz. Na és mi nem maradhat el? Hát a kávé. Még ezt megisszuk, aztán megyek vissza vendégekhez. De mivel tele leszek energiával, félhetnek. He traded his guns for love, but he's caught in the crossfire, and he keeps waking up, but it's not to the sound of birds. The tyranny, the violent streets, deprived of all that we're blessed with, and we can't get enough, no. Heaven, if you sent us down, so we could build a plague around. For the sinners to play as saints, we'd be so proud of what we made. I hope you got some beds around, 'cause you're the only refuge now. For every mother, every child, every brother that's caught in the crossfire. That's caught in the crossfire. I trained my life to know why he's caught in the crossfire, and now I'm here waking up to the sun and the sound of birds. Society's anxiety deprives of all that we're blessed with. We just can't get enough, no. Heaven, if you sent us down, so we could build a plague around. For the sinners to play as saints, you'd be so proud of what we made. I hope you got some beds around, 'cause you're the only refuge now. For every mother, every child, every brother that's caught in the crossfire. That's caught in the crossfire. Oh,
Szép jó estét mindenkinek. Hazaértem. 3:48 van. Azt hittem, hogy itthon leszek már 6:45 után. Ja, nem. Illetve, hát ha nem edzettem volna, akkor már akkor itthon lettem volna. De így nem edzettem, és most értem haza. De mindegy. De lassan nem, hogy nem tudtam én mozogni. Bár elfáradtam nyilván, úgyhogy majd holnap. Meg hát délután sem voltam jól, nagyon görcsölt, nagyon fájt a gyomrom. Amit elvittem délután, kaját. Hát... mindjárt megmutatom, ha nem szerencsétlenek. Próbáltam eszegetni, tényleg. Látjátok. Hát... szinte... megmaradt az egész. Tényleg... picit csüvegettem belőle, pár kocka húst tettem, meg egy-két salit, de annyira fájt, és nem kívánom a húst, nem biztos vagytok ti is így, meg tudjátok milyen. Mint egy, nem tudtam enni. Most viszont eszek, most kicsit jobb, meg annyira nem görcsölök, meg hát nem is csirkét fogok enni. Úgyhogy ezt szerintem menni fog, úgyhogy mutassam. A kis salátám, light, mozzarellával, ami mellesleg laktózmentes is, aztán borsós csirkemálsonka, imádom a borst, mindegy, hát pont a gyomrom miatt látjátok csak 4 karika paradicsom, egy kis bazsalikom rá, icipici só, nekem nagyon feldobja a mozzarellát, pláne a lightokat, mert hát ugye annyira nem ízletes. És ezt most így kívánom, és ezt most így megeszem, és amúgy meg, hát nem találtátok volna ki, ez azért van így kirakva, és itt, mert az előbb fotóztam le Instagramra. Persze, hát más. Úgyhogy most ezt szépen betolom, aztán levetkőzök meg ilyenek, és még visszajövök egy picit. Na, itt is vagyok. Ágyban. És kivel? Csibikével. Már nagyon várt, hogy már jöjjek be, mert már annyit tettem, vettem ott kint. Aztán, amikor mindig beszaladtam valamiért, akkor így nézett, hogy anya, gyere már. Na, szóval zuhanyoztam, megmostam a hajam. Nincs beállítva, de megmostam. Aztán elmosogattam, meg eltörögettem, meg ilyenek. Közben életem ír. Mert nálunk mindig esemény van. Persze most is. Mindegy. Vagyis nem mindegy. Mindjárt folytatom. Szóval. Nem tudom, hol tartottam. Ettem, zuhanyoztam, hajat mostam, mindent csináltam, holnapra megcsináltam a reggelit, ami Safi Free vaníliás szappuding, pici fagyasztott gyümikkel a tetején. Mostan velem is ettem miatt, úgyhogy jól fog esni szerintem. Aztán, mivel előbb kicsit megint éreztem a gyomromat, ezért már bekészítettem magamhoz egy kis tökmagot, 20 gram. Majdnem minden este amúgy is szoktunk enni egy kis tökmagot, vagy kis kesudiót. Úgyhogy ez szintén ilyen kötelező kaja este. De a legjobb szerintem. Na mindegy. Úgyhogy még szerintem azt meg fogom enni. Aztán szerintem más nem. Gondolkoztam, hogy megígyek esetleg egy fehérje turmixot, vagy csináljak belőle egy mikrós bögrés sütit. Már csak így a makrók miatt, de hát nem tudom. Az a baj, mostanában vagy egy jó ideje a fehérje turmixokat is olyan nehezen tudom meginni. Vagy nem tudom, lehet csak meg... Nem tudom. Ez a... Jaj, de hirtelen akartam mondani! A karácsonyi, a almáspités. Na, az nagyon finom volt. Azt két csomagot is vettünk. Tehát már elmúlt, már nincs karácsony. Na mindegy, nem is ez a lényeg. Szóval, ha véletlenül
még valamit eszek ezen kívül, esküszöm, megmutatom. Amúgy meg ez volt egy hétfői napom, életem sajnos éles, ketten vagyunk Csipikével, azt amúgy imádja. Szerintem én meg is nézegetem itt ezeket a videókat, hogy mi sikerült, meg megpróbálok valami nem túl unalmas videót összeállítani, vagy úgy legalább a fejembe. Aztán szerintem lehet, hogy el is kezdtem vágni, meg kicsit így dolgozgatok az Instagram oldalán, meg nem tudom, tervezem a hetet, meg az itthoni dolgokon agyalok. Nektek további szép estét, köszönöm, ha megnéztétek. Minden jót, puszi, puszi, puszi.